Petőfi Sándor több mint 200 magyar településen járt, hellyel közzel meg is szállt, vagy éppen évekig ott tartózkodott, ezt láthattuk az előző térképünkön. Jó lenne végigkövetni a legfontosabb városokat, ahol a legtöbb versét írta, mondjuk Szalkszentmártonban, Pesten. De mi most megelégszünk azokkal a városokkal, amelyek meghívtak, hogy egy-egy Petőfi versről beszéljek. Petőfi több mint 200 városban tartózkodott életében, több mint 80-ban verseket is írt. Most a legnagyobb Petőfi verseket választottam ki, de úgy, hogy Békásmegyertől Marosvásárhelyig hol kértek ezen versek elemzésére. Petőfi Sándor egy estém otthon. Borozgatánk apámmal, ivott a jó öreg, s a kedvemért ez egyszer az Isten áldja meg. Soká nem voltam otthon, oly rég nem látta már. Úgy megvénült azóta, de jaj, az idő lejár. Beszéltünk erről, arról, amint nyelvünkre jött, még a színészetről is, sok más egyéb között. Szemében mesterségem, most is nagy szálka még, előítéletét az évek nem szünteték. No csak hitvány egy élet az a komédia, fülemnek így dicsérést kellett hallgatnia. Tudom, sokat koplaltál, mutatja is színed, szeretném látni egyszer mindhány zbukfenceket. Én műértő beszédit mosolygva hallgatám, de ő makacs fej, föl nem világosíthatám. Továbbá elszavaltam egy bordalomat neki, s nagyon, nagyon örültem, hogy megnevetteti. De ő nem tartja nagyra, hogy költő fia van. Előttem minden ilyes dolog haszontalan, nem is lehet csodálni. Csak a húsvágáshoz ért, nem sok hajsz alakult ki a tudományokért. Utóbb, midőn a bornak edénye kiürült, én írogatni kezdtem, ő meg nyugodni dült. De akkor 100 kérdéssel állott elő anyám. Felelnem kellett, hát az írást abba hagyám. És vége hossza nem lett kérdezgetésinek. De nekem a kérdések olyan jól estenek, mert mindenik tükör volt, ahonnan láthatám, hogy a Földön nekem van a legszeretőbb anyám. Petőfi Sándor, a Tisza. Nyári napnak alkonyatánál megállék a kanyargó Tiszánál. Ott, hol a kis túr siet beléje, mint a gyermek anyja kebelére. A folyó oly simán, oly szeliden ballagott le partalan medrébe. Nem akart, hogy a napsugára megbotoljék habjai fodrába. Síma tükrén a piros sugárok, mint meg annyi tündér, táncot jártok. Szinte hallott léptei csengése, mint parányi sarkantyú csengése. Túl a réten néma méltóságban, magas erdő, benne már homályban.
de az alkon üszköt vett fejére, s olyan, mintha égnes folyna vére. Másfelől a Tisza túlsó partján, magyaró sreketje bokrok tarkán. Köztük egy, csak a nyílás, azon átlátni távoli kisfalucska tornyát. Boldog órák szép emlékképpen, rózsafelhők úsztak át az égen. Legmesszebbről rám meregve néztek, ködön át a máramarosi bércek. Semmi zaj. Az ünnepélyes csendben egy madár csak néha füttyentett be. Nagy távolban a malom zúgása, csak olyan volt, mint szúnyog dongása. Tulnán vélem át ellenben éppen, pormenyecske jött, korsó kezében. Korsaját még telemerítette, rám nézett át, aztán ment sietve. Ottan némán mozdulatlan álltam, mintha gyökeret vert volna lábam. Lelkem édes, mély mámorban szédült, a természet örök szépségétől. Ó, természet! Ó, dicső természet! Mely nyelv merne versenyezni véled? Milyen nagy vagy te, mentül inkább hallgatsz. Annál többet, annál szebbet mondasz. Késő éjjel értem a tanyára, friss gyümölcsből készült vacsorára. Társaimmal hosszan beszélgettünk, lobogott a rőzselánk mellettünk. Többek között szóltam én hozzájuk, szegény Tisza, miért is bántjátok? Annyi rosszat kiabáltok róla, s ő a föld legjámborabb folyója. Pár nap múlva fél szendergésemből félrevert harangzúgása vert föl. Jön az árvíz, jön az árvíz hangzék, s tengert láttam, ahogy kitekinték. Mint az őrült, ki letépte láncát, vágtatott a Tisza a rónánát. Zúgva, bőgve törte át a gátot, el akarta nyerni a világot. Köszöntöm a kedves hallgatókat, megirigyeljük ezeket a versmondásokat, ezért most azt ajánlom, hogy mi is mondjunk el két Petőfi verset. Petőfinek van két egysorosa. Az egyiket 1849-ben Kolozsvárt írta, és így hangzik: Lantom, kardom, tied, ó szabadság. Szabályos pentameter. Lantom, kardom, tied, ó szabadság. Próbáljuk. Lantom, kardom, tied, ó szabadság. Még egyszer. Lantom, kardom, tied, ó szabadság. Harmadszor. Lantom, kardom, tied, ó szabadság. Összefoglalja az egész életművét. Fiatal korában írta a másik egy sorosát. Ez már filozófikusabb, így hangzik. Szerelem jelené, múlt és jövőjé a barátság. 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 Szerelem jelené, múlt és jövője a barátság. Tehát két verset tudunk, az első vers, hogy lantom, kardom, tied, ó szabadság, szerelem jelené, múlt és jövője a barátság. Tehát öt verssel kezdődik a mai estén. Kedves hallgatók, Petőfi az egyik legismeretlenebb magyar költő. Kínában 17 Petőfi verset kell tudni egy érettségizőnek, Bulgáriában 5-öt, Magyarországon egyet se. Én mindenkit bátorítok arra, hogy próbáljon verseket tanulni. Én ennek érdekében írtam egy könyvet, az a címe, hogy Kisversek költészete. Ebben a könyvben csak 1, 2, 3, 4 soros versek foglalnak helyet, összesen 720 vers, elemezve. Japán, Kína, Vietnám, India, Európa összes országa, Amerika költőitől. Külön fejezeteket írtam az egysorosokról, külön a kétsorosokról, 3-4 sorosokról. Magyarországot bejártam úgy, hogy egy ilyen előadás alatt 10 verset megtanítatok az emberekkel, mert nehogy azt tessenek gondolni, hogy csak a velszi párdok vagy a vén cigány vers, hogy az egyik 134 sor, a másik 72 sor. A kétsoros versben is el lehet mondani nagy dolgokat.
engedj zászlórút, miért markolsz vissza a széltől? Rongy lennél egyedül, így lobogó, lobogó. Nemes Nagy Ágnes verse két sorban az egész ember életet összefoglalja, mert az egész ember életben a legnagyobb kérdésünk a szabadság kérdés, hogy a fiatalok mondják, hogy engedjenek már el a szülők, majd én magam megmutatom, engedj zászlórúd, miért markolsz vissza a széltől? Rongy lennél egyedül, így lobogó, lobogó. Párbeszéd a versnek a címe. Tehát ilyen versek sorakoznak ebben a kötetben, 720 vers. Aztán pályázat is van a kötet végén, és már itt Erdélyben is legalább három tábort megszerveztünk úgy, hogy eljöttek középiskolások, megtanultak verseket, dramatizáltak verseket, vagy elmondtak 10 olyan verset ebből a kötetből, ami őket kifejezi. Na most Petőfi Sándor azért félreismert költő, mert mindenki úgy gondolja, hogy ő neki a vérébe volt a poézis, dalköltő, először is. Petőfinek 860 verse van, csak a harmada dal. Csak a harmada dal. Majd örülnék, ha az előadás végén elénekelnénk egy-két dalát, mondjuk a Kislak áll a Nagy Duna mentében, és ott is szeretném megmutatni, hogy nem magyaros ritmusra, tróhaikus ritmusra, írt még más verset, és az a dal arra is jó, az itt születtem én ezen a tájon. Ugyanúgy el lehet énekelni. Petőfi életében 50 versét már megzenésítették. Kolozsváron, amikor sétált az utcán, a kocsmából is kihallatszott, hogy éneklik a Petőfi verseket. A barátja meglökte, hogy hát Sándor, téged már a kocsmában is énekelnek erre, azt mondja, de én nem kocsma töltelékeknek írtam a verseimet. Petőfi rendkívül szigorú ember volt. Azt mondta, hogy ha őt költőként akarják számon tartani, sokkal inkább erkölcsös emberként tartsák számon, mert az ő krédója a köztársaság és a köztársaságon belüli becsületesség. Petőfi tehát egyáltalán nem csak dalköltő, hanem akkor mi? Hát ha csak egyharmad a dal az életművének, akkor miket írt még Petőfi? Kedves hallgatók, ez az, ami nagyon ismeretlen Magyarországon, ez a 26 és fél évesen szemünk elől eltávozott fiatalember a magyar költészet legnagyobb gondolati verseit írta meg, ami nem várható egy 26 és fél éves embertől, és rögtön 12 sorral hadd mutassam be ezt önöknek. Önöknek is vannak, gondolom, nagy kérdéseik, hogy miért élünk, mi lesz a jövő, van-e valami a halál után, vagy semmi nincs, vagy örök élet, vagy más. Petőfi ezt három strófában a következőképpen írta meg a Bölcselkedés és Bölcsesség című versében. 24 évesen írta ezt. Tehát 24 éves korú embert képzeljünk majd, egy 24 éves korú ember miről gondolkozik, és hogy ki tudja ezt fejezni, hogy Petőfi Sándor, Bölcselkedés és Bölcsesség. Teremtve a világ, vagy örök idők óta áll? S fog-e örökké állani, vagy egykor a semmiség beszáll? Megírta évmilliók előtt a sors, mi fog történni majd? Vagy a történet gája, mit a véletlen fuvalma hajt? Egy-e a lélek és a test? Honnan jövénk? Hová megyünk? Elalszik-e a sírba? Vagy új lángra lobban életünk? Ezt nem 24 évesen, 48 vagy 68 évesen, tessenek mutatni nekem egy magyar költőt, vagy a világirodalomból egy nagy alkotót, aki az emberi életnek a problémáit ilyen pontosan elénk állította volna. Hogy most valaki megteremtette ezt a világot céllal, vagy csak véletlenül jött létre? Vagy létrejött, és egyszer ugyanolyan véletlenül szétmegy az egész? Vagy tudjuk a jövőt? Van fátum? Van predesztináció? Vagy mindenki szabad?
És ha mindenki szabad, akkor nem egy nagy zűrzavarba torkolik majd a történelem? Vagy egyáltalán nézzünk magunkra, hogy egy-e a lélek és a test, honnan jövünk, hová megyünk, elalszik-e a sírba, vagy új lángra lobban életünk? Na ezt a Petőfit nem ismerjük. Szándékosan kihagyták a monarchia korabeli tananyagokból, Trianon után elfelejtették Petőfinek a nagy világ történelmet illető gondolati költeményét, mint az ítéletet. Na akkor jött be az anyám tyúkja. Édesanyám 1917-ben született, és ő egy Petőfi verset tudott az anyám tyúkját, de azt tökéletesen is mindig elmondta nekünk, és én meg lesajnálva, mint aféle, ugye Siheder, azt mondtam, hát aki a tyúkról verset ír, attól én többet nem is várok, nem is fogok foglalkozni Petőfivel, de amikor aztán mi nekünk is meg kellett tanulni, a mi nemzedékünknek még meg kellett tanulni a füstbe ment tervet, egész úton, hazafelé, azon gondolkodám, miként fogom szólítani rég nem látott anyám. Mit mondok majd először is, kedves, szépet neki, midőn, mely bölcsőm ringatá a kar terjeszti ki, s jutott eszembe számtalan szebbnél szebb gondolat, bár állni látszék az idő, bár a szekér szaladt, s a kis szobába toppanék, röpült felém anyám, s én csüktem ajkán szótlanul, mint a gyümölcsafán. És amikor most fölidézem ezt a két verset, az anyám tyúkját, meg ezt a füstbe ment tervet, teszem tudni, hogy mit emelnék ki önöknek? Hogy túl azon, hogy egy tyúkról azért verset írni, az nem kis dolog. Petőfig nem is írt senki a tyúkról verset. Azután is ritkán már nagyobb költői technika birtokában, meg hogy az édesanyánknak azzal is örömet szerezhetünk, most mondom én itt a gyerekeknek, fiataloknak, hogy nincs mindig valami tárgy, amit adjunk ajándékba, de a szívünket adni. Gondolkodni, hogy mivel, hogy először is kedves szépet neki, milyen szavakkal köszöntse, mit mondjak neki, egy csodálatos dolog, de mind a két versben a legcsodálatosabb, hogy az anyám tyúkja végére tartogatja a fő jelentést, hogy anyám egyetlen jószága. Vácon írta ezt a verset Petőfi, ahol a szülei albérlők voltak, és nem volt nekik tyúkudvaruk, csak valóban egy tyúk volt és egy morzsakutya. Olyan szegények voltak. Petőfi családja kétszer jutott az éhhalál szélére. Ő maga is, Petőfi, Pozsonyban és Debrecenben majdnem meghalt, mert nem volt mit ennie. Ezért nevezte magát a kín gyermekének. És a másik vers a füstbe ment tervnek a végén miért mondja azt, hogy a kis szobába toppanék? Hát ha mi bemegyünk egy házba, nem a szobába lépünk be először. Egy háznak van előszobája, mondjuk a konyha, konyhából vezettek az utak ugye a két kis szobába. Miért mondja azt, hogy a kis szobába toppanék? Azért, mert amikor ezt a verset írta 1844 húsvétje előtt Dunavecsén, akkor a szülei megint olyan nyomorúságos helyzetbe jutottak, hogy egy ilyen falusi, udvari raktárat tudtak bérelni, ilyen 8-10 négyzetméter, mint a kinyitottál, abban az egy helyiségbe toppantál, az volt a szoba, a konyha, ami minden az volt. Ezért mondja, hogy a kis szobába toppanék, és röpült felém anyám. Petőfi a pontosság és az egyszerűség költője, és a nagy gondolat alakzatok költője. Hogyan fért Petőfinek a fejébe ennyi gondolat? Hogyan tudott egyáltalán ennyi mindenen elgondolkozni? És hogyan tudott ilyen megrázó verseket írni, hogy rögtön, hogy elkezdi a verset, rögtön oda kell figyelned. A történeteket lapozám, s a végére jutottam. S mi az emberiség története? Ugye oda kell figyelni. Egyszerű a kezdés, de érezzük, hogy súlya van, és utána egy szóban megmondja, hogy mi az emberiség története. Amiről a történészek 20 köteteket írnak az emberi történelemről, a Petőfi egy szóban megmondja, hogy mi az emberiség története. Itt van a zsenialitás. A történeteket lapozám, s a végére jutottam, s mi az emberiség története? Vérfolyam. Vérfolyam. Mely ködbevesző szikláiból a hajdannak ered ki,
és szakadatlan egyhosszában foly le napjainkig. És azt ne higgyétek, hogy a megerett árnak vége van már, vértengerbe szakad a vér hosszú folyója, rettenetes napokat látok közeledni, mint ami nőket nem látott a világ, se mostani béke, ez csak a ma sírcsend, mely a földrendítő mennydörgés szokta előzni. Nem megrázó versek ezek? Ez például az 1847 tavaszán írott Ítélet című versének hexaméterben írta meg, mert ugye a régi költészet kánonja szerint, ha egy költő a történelemről ír egy nagy verset, csak időmértékes verseléssel, csak görög-római ritmusban írhatja meg, azt nem lehet dalszerű formában, vagy esetleg felezős 12-ös magyar formában megírni. De amit én leginkább csodálok Petőfiben, és tegnap jeleztem már az arany előadáson, hogy itt fogom folytatni. Mi volt, most mondom azoknak, akik tegnap nem voltak itt az arany, Madács előadáson, holnap lesz arany, de Arany is ezzel küszködött, hogy Madács azt mondja, hogy az emberiség történet csak ilyen körforgás. Az emberiség soha nem tanul a hibáiból, mindig visszatér ugyanazokra a pontokra, és csak egy ilyen menetét vesztett csavarnak a körforgása az emberi történelem. Vagy van valami egyenes vonalú mozgás valami cél felé, bár volna cél, mondja Madács a 13. színben, a cél voltaképp mi is. A cél megszűnte a dicső csatának, a cél halál, az élet küzdelem, és az ember célja egy küzdés maga. És ugye tegnap erről beszéltem, hogy milyen gondolatrendszer alapján írta meg az ember tragédiát, és Petőfi is ugyanezt a kérdést veti fel. Egyébként a két költő ugyanez év, ugyanazon hónapjában született. 1823. január 1-je Petőfi anyakönyvezése, és 1823. január 23-a Madácsé, csak sajnos tavaly mi elfelejtettük Madácsot, és szinte sehol nem emlékeztek meg a 200 éves évfordulójáról, pedig a magyar irodalomnak ez a két alkotója, aki mind a mai napig betört a világirodalomba, Petőfi és Madács. Petőfi is ezzel küzd, és most elkezdem önöknek mondani a számomra, de sokak számára legnagyobb Petőfi verset, ami szinte teljesen ismeretlen. Én amikor nagy színészeinknek, például egy Bánfi Györgynek, egy Mensáros Lászlónak, akik verseket mondtak a Magyar Rádióban, fölajánlottam, hogy mondják el ezt a verset, volt olyan színész, aki azt mondta, hogy ez nem Petőfi. Hát ő már március 15-én annyi Petőfi verset mondott el évről évre, de ilyen vers még a keze ügyébe nem került. Hát mondtam, hogy ezt nem én találtam ki, be jó lenne, hogyha én tudnék ilyen verset írni. Hát menjen haza és vegye elő a Petőfi kötetet, mert adtam mindéknek a kezébe. Először nem akarták elmondani, mert azt mondták, hogy ez nem Petőfi. Ez lehetetlen, hogy Petőfi ilyen verset ír. Ez a Petőfi vers, amelynek először azt a címet adta, hogy az emberi sors. Sokat ígérő cím, ugye az emberi sors. Aztán megváltoztatta, és azt a címet adta, hogy világosságot felkiáltó jellel. Mint amit Goethe mondott a halálos ágyán, hogy mehr Licht, nagyobb világos, a sötétségben bolyongtam itt a földön az életemben, kiad nekem világosságot, és Petőfinek világosságot felkiáltó jellel. Ezt a verset úgy szokták számon tartani, hogy ez a magyar Hamlet monológ. Petőfi, mint vándorszínész, 3 évig fellépett különböző Shakespeare darabokban, a Hamletben is egyébként, de a Lír királyban is. A legemlékezetesebb szereplése az volt, amikor 1843-ban Kecskeméten a Lír király bohócát alakító szereplőnek, színésznek meghalt a gyermeke, haza kellett menni Kiskunhalasra, és este nem volt, aki beugorjon, hát kiugrott volna be más, mint Petőfi, mert Petőfinek olyan memóriája volt, hogy Petőfi minden versét tudta fejből. Tehát ha most akkor élnénk a Pesti utcán, megállítanánk, hogy kedves Sándor barátom, a János Vitéznek a 12. énekét mondja el, akkor elejétől végig elmondta volna. Két ilyen magyar költő volt, mind a kettő Sándor. Az egyik Petőfi Sándor, a másik Vörös Sándor. Ezeknek olyan agyuk volt, hogy egyszerűen kitörölhetetlenek voltak belőle a versek, meg a saját verseik,
és Petőfi betanulta az egész Lír király bohócának a szerepét, és teljes nyugalommal belépett este a színész helyébe, és 2-3 év után megírta az életművének egyik legnagyobb darabját, az első magyar szabad verset, föltétlenül olvassák el, ennek az a címe, hogy az őrült. Az őrült. A vers arról szólt, hogy olyan őrült ez a világ, bár én engem tartanak őrültnek, mert én vagyok az őrült, de szerintem a világ őrült, nem én, hogy a végén még bemegyek a föld közepébe, és fölrobbantom ezt az egész világot, mert ezt a világot nem lehet már emberileg megélni. Olyan őrült ez a világ. Nagyon mai vers ez az őrült, de nem ezt fogom elmondani önöknek, hanem a Világosságot című verset, amelyet a magyar Hamlet monológnak neveznek. Itt ne tessenek rímeket, meg szakozott formákat követelni, ez egy egyszerű blank verse, amit Shakespeare is alkalmazott, egy ilyen jambikus, van neki bizonyos ritmusa, de nincs neki kötött szótagszáma, nincs neki biztos rímképlete, de érezzük, hogy valami nagyon erős sodrású ritmus viszi előre, ami egy hármas hasonlattal kezdődik, és rögtön megint Petőfi úgy tud verset kezdeni, mint senki más magyar költő. Sötét a bánya, de égnek benne mécsek. Sötét az éj, de égnek benne csillagok. Sötét az ember kebele, és nincs benne mécs, nincs benne csillag, még csak egy kis hamvadó sugár sincs. Döbbenetes vers kezdet. Mert amennyire bólintasz arra, hogy sötét a bánya, de égnek benne mécsek. Egyébként Nagybányán, itt Erdélyben járván, lement a bánya mére, ott is írt egy nagy verset a bányában. Sötét az éj, de égnek benne csillagok. Nagyon sok éjjeli verse van Petőfinek, de maguk ezek a hasonlatok is magukért beszélnek. De a harmadik hasonlat, hogy sötét az ember kebele, és nincs annyi mécse benne, mint a bányában, annyi csillagvilágosság sincs az ember kebelében, mint az éjszakában. Ennyire elsötétültünk mi emberek? A Nász útján, amikor itt Koltón a 6-7-es Nász útját töltötte, akkor írta az Ember című versét, abban ír egy hasonló kifejezést, hogy nincs nevetségesebb az embernél, olyan büszkeségben, olyan gőgben él, a világot fitymálják ajkai, és minthogyha az eget szántaná orrával fel, kevély ember, miben kevékede? Petőfinek 26 és fél éves kora ellenére volt egy kis belelátása abba, hogy mi van az emberben. Sötétség. Az ember belső világa sötétség. Az emberi természet, meg az önző emberi gondolkodás sötétebb, mint a bánya, sötétebb, mint az éjszaka. És most tessenek figyelni a hármas hasonlat után, hogyan rugaszkodik neki most a versnek. Tehát még egyszer, sötét a bánya, de égnek benne mécsek. Sötét az éj, de égnek benne csillagok. Sötét az ember kebeles, nincs benne mécs, nincs benne csillag, még csak egy kis hamvadó sugár sincs. Nyomorú ész, ki fénynek hirdeted magad. Vezess, ha fény vagy. Vezess csak egy lépésnyire. Nem kérdem én, hogy átvilágíts nékem a más világnak fátyolán, a szemfedőn. Nem azt kérdezem én, hogy mi leszek, hanem hogy mi vagyok. S miért vagyok? Magáért születik az ember, mert már magában egy világ? Vagy ő csak gyűrűje az óriási láncnak, melynek neve emberiség? Tetszenek érezni, hogy milyen egyszerű eszközökkel, hogyan tágítja ki a gondolkodás horizontját, és hogyan jut egyik kérdésről a másikra. Például miért az a folytatás, hogy nyomorú ész, ki fénynek hirdeted magad?
Hát a 18. század ugye a felvilágosodás korszaka, aufklérünk, hogy az emberek azt mondták, hogy kijöttünk a középkori sötétségből, elhagyjuk a babonákat, elhagyjuk a sok emberi fantazmagóriát, jön a tudomány, jön a technika, jött is az első ipari forradalom, a világ kezdett kitárulni, minden az ész, Berzsenyi Dániel a Pesti Magyar Társasághoz című versében azt mondja, az ész az Isten, mely bennünket vezet. Petőfi miért mondja az ész nyomorú észnek? Hát nem ő is a 18.-19. század fordulójának a gyermeke? Nem hisz az értelemben? Miért mondja, hogy nyomorú ész, ha fénynek hirdeted magad, vezet csak egy lépésnyire? Nem kérem én, hogy átvilágíts nékem a más világnak fátyolán a szenvedőn. Ezt miért mondja? Azért, mert a középkorban a skolasztika, a nagy egyházi teológia fénylő időszakában, amikor az emberek azon gondolkoznak, hogy mi lesz a halál után? Hány angyal fér el egy tűhegyén? Meg ilyen és hasonló teológiai kérdések voltak, és Petőfi mindegy azt mondja, mint egy 21. századi elmével azt mondja, hogy nem az a kérdés, hogy mi lesz a halál után, az a kérdés, hogy mi van a halál előtt. Hát hogyan éljünk? Hogyan éljünk? Nem kérem én, nem azt kérem, hogy mi leszek, hanem hogy mi vagyok, s miért vagyok. Ki az ember, miért van itt a Földön, és mi a rendeltetésünk? És rögtön megint testenek nézve, hogy a Petőfi különben a nagyon egyszerű hasonlatok mestere azt mondja, magáért születik az ember, mert már magában egy világ. Tehát éljünk mindannyian önmagunknak a nagy individualizmus, hogy csak én vagyok egyedül a világon, a magam kényelmem, a magam házam és váram, és minden más embernek fordítsa hátat, mert csak az én, vagy az ellentétes dolog, a kollektivizmus, hogy csak egy gyűrűje vagyunk az óriási láncnak, amelynek neve emberiség. Tehát rögtön, ez 24 éves korában írta. Rögtön elkezdi tágítani a gondolkodás horizontját, és testenek megnézni, hogy hogyan építkezik tovább, mert Petőfi nem csak jól tud kezdeni verset, nagyon jól tud szerkeszteni, nagyon jól tudja a verset emelni, és mindig egy végpont felé vinni, és ott a végponton, mint egy kisülésen, beléd égeti a verset. Például ezt Petőfihez képest Arany János se tudta. Arany János tele van rossz verssel. Arany Jánosnak van 40-50 nagyon nagy verse, és van 300 rossz verse. A legtöbb verse Arany Jánosnak töredékbe maradt, nem tudta befejezni. Petőfinél 5-6 töredék van az egész életművében. Petőfia elkezd valamit, véghez viszi, és mondom, egy ilyen poenten, egy ilyen kisülési ponton ott hagy téged a verssel, és majd meglátjuk, hogy ez a vers is ezt teszi. Magáért születik az ember, mert már magában egy világ, vagy hogy csak gyűrűje az óriási láncnak, melynek neve emberiség. Éljünk-e önnön örömünknek, vagy sírjunk a síró világgal? Hány volt ki más szívéből, ki szítta a vért, és nem lett büntetése? És hány volt ki saját szívéből odaáldozá az életét, és nem lett jutalma? De mindegy, aki odaáldozá életét, azt nem díjért teszi, de hogy használjon társinak. S használ-e vagy sem, a kérdések kérdése ez, és nem a lenni vagy nem lenni. Petőfi egy jókora fricskát ad Shakespeare-nek, ugye, mert a híres Hamlet monológ ugye úgy kezdődik, hogy lenni vagy nem lenni, ez itt a kérdés. Dehogy ez itt a kérdés kezdett, William barátom, nem ez itt a kérdés, mert már itt vagyunk. Már nem tudjuk meggondolni, hogy itt legyünk, vagy ne legyünk itt. Nem ez a nagy kérdés, hogy lenni vagy nem lenni. Az a nagy kérdés, hogy használni vagy nem használni, vagy mivel használok, vagy mivel ártok. Petőfi egyébként rendkívül öntudatos költő volt, két nagy világnagysághoz mérte a maga költészetét. Az egyik Shakespeare volt, hát aki ugye koronázatlan király a drámaköltészetnek, hát, de ad itt egy fricskát neki, hogy nem ez a kérdés, hogy lenni vagy nem lenni, hanem használni vagy nem. A másik nagy költő Goethe volt. Goethe-re azt mondja Petőfi az egyik úti levelében, hogy utálom Goethe-t, mint a tejfölös tormát. Mert az esze gyémánt, de a szíve békasó. Mit békasó? Agyag, lemegy róla minden víz. Önök tudják, mi az, hogy békasó? Nem.
Nem tetszenek használni ezt a szót? Nem hallott? A békasónak mondja a magyar nyelv a folyami kavicsot. Ami úgy le van a víz által úgy finomítva. Tehát azt mondja, hogy a Goethének nagyon nagy volt az esze, de nem volt szíve. A szíve az esze, mint a gyémánt, a szíve, mint a békasó. És azt mondta Petőfi, hogy ő csak olyan költőket tart a példaképének, akik nem csak nagy gondolati tartalmakat tudtak átadni, de lelkesíteni tudtak. Érzés volt bennük, tűz. Ha tessenek elolvasni például Petőfinek a Tűz című versét. A Tűz című, Petőfi azt mondta, hogy ahol nincs tűz, ahol nincs lelkesedés, ott egy fiaszót nem hiszek el a másik embernek. Az életet az éli, aki lelkesedve éli. Aki ha ráteszi az életét egy ügyre, azt nem muszájból csinálja, nem is kötelességből csinálja, hanem az áldozatvállalás lelkesedéséből csinálja. És most érkezünk el a versnek egyik nagy kérdéséhez. Használta a világnak, ki érte feláldozá magát? Ez kire vonatkozik? Használta a világnak, ki érte feláldozá magát? A világért valaki feláldozta magát, és ha keresztények ennek tudatában lennének, hogy a kereszténység az áldozatvallása, akkor a keresztények is hoznának áldozatot. Mert ha valakinek, a keresztényeknek kellene tudni, hogy ők nem is élhetnének, hogyha valaki nem áldozta volna fel az életét értük, és az egész világért. Az áldozatra a legméltóbb válasz, hogy én is a világot nem kénytelen kelletlen akarom megélni, nem kötelességszerűen akarom, én szívesen hozok áldozatot másokért, mert én is az áldozatnak köszönhetem az életem. Használta a világnak, ki érte feláldozzá magát. Megáll, ugye tetszenek érezni, hogy jönnek a kérdések, hasonlatok, amit emelkedik, megáll egy ilyen padmajon, egy ilyen síkon, egy súlyos kérdés, hogy használta a világnak, ki érte, feláldozzá magát, majd innen elrugaszkodik, és jönnek az újabb kérdések. Ezt 24 évesen megcsinálni csak egy 80 éves filozófus tudja. 24 évesen ezt megcsinálni, hogy megáll, hogy használta a világnak, ki érte, feláldozzá magát, és most mi a folytatás, egyszerre kitaláljuk, de nem fogjuk kitalálni. Használta a világnak, ki érte, feláldozzá magát. Eljő a kor, melyet gátolnak a rosszak, s melyre a jók törekednek, az általános boldogság kora. Petőfi az apostolban élete végén írt nagy 2900 soros az apostol. A János Vitéz 1500 soros. Ez Petőfinek a két legnagyobb szabású műve. A János Vitéz 1500 sor, két hét alatt, egy hónapos szobában, a mai Asztórián van kitéve a tábla, hogyha ott eltetszenek menni a Erzsébet hídról, Pest belvárosra, ott van a tábla az Asztórián, vagy itt írta Petőfi két hét alatt a János Vitézt, és amikor megbukott a szabadszállási választáson, és a sárba akarták tiporni, meg a feleségével együtt meg akarták ölni, az ellene fellázított parasztemberek, szabadszálláson, Kiskunfélegyházától nem messze, akkor az apostolt először 3400 sorban írta meg, majd két hónapon belül lecsupaszította, és 2900 sorban írta meg, és ott van a híres kijelentés, hogy mi célja a világnak. Boldogság. És erre eszköz a szabadság. Petőfi a legrövidebben is kimondta a dolgokat. Itt a világosságodban most hol tartunk? Használta a világnak, ki érte, feláldozzá magát. Eljő-e a kor, melyet gátolnak a rosszak, s melyre a jók törekednek, az általános boldogság kora? Lesz-e olyan világ, ahol az emberek boldogok lesznek? Én ahhoz a nemzedékhez tartozom, akikkel az 60-as évek elején még azt tanították, hogy lesz ilyen világ.
Lesz ilyen világ. Boldog világ lesz. Nem lesz egyenlőtlen a javak elosztása. A bőség kosarából mindenki egyaránt vehet. Petőfivel mondták ezt. A jognak asztalánál mindenki egyaránt foglal helyet. És a szellem napvilága ragyog majd minden háza ablakán. Akkor mondhatjuk, hogy megálljunk, mert itt van már a Kánaán. És mi a 60-as években behittünk, nem? Nem hittünk? Hittünk, hogy az emberekben van annyi értelem, hogy ebből a sok háborúból, ebből a sok forradalomból, viszályból egyszer tanul az emberiség, leteszi a fegyvereket, elássa a fegyvereket, mindenki dolgozni fog, és mindenki egyenlőképpen részesülhet a javakból. Mi ebben az 50-es évek végén, 60-as, még a 70-es évek elején is, de ezt tanították itt is az iskolában, nálunk is ezzel jó volt hallani, hogy lesz majd egy olyan emberiség, akinek benő a feje lágya. És Petőfi ezt teszi fel, ezt a kérdést, hogy eljön ez a kor, melyet most gátolnak a rosszak, melyre a jók törekednek. És kimondja a francia utópikus szocialisták jelszabával az általános boldogság, bonheur commun, az általános boldogság kora. És tessenek megfigyelni, hogy ez a 24 éves gondolkodó ember, amikor kimond egy ilyen nagy szót, hogy boldogság, azért nem rohan tovább. Mert a boldogság azért súlyos szó. Nemrég meghalt egy nagy magyar író, a leghíresebb mondása ez volt, érdemes megjegyezni, egyébként prózaíró volt, de érdemes ezt a prózát is, mint egy verset megjegyezni. Így szól a híres mondása: tudjuk, hogy boldogságra vagyunk teremtve, de beérjük az örömökkel, ezért hajhásszuk az élvezeteket. Egy mondatban benne van az egész világunk, nem? Tudjuk, hogy boldogságra vagyunk teremtve, de beérjük az örömökkel, ezért hajhásszuk az élvezetet. Magunknak akarunk mindent biztosítani. Nem engedjük meg, hogy valaki a boldogságot biztosítsa a helyes úton, a törvényszerű úton. Majd, de hogyha nincs is boldogság, hát akkor néha-néha jó örömök, névnapok, születésnapok, bulizunk, ugye, meg fesztivál, meg mit tudom. De hogyha öröm sincs, akkor, hát akkor az élvezetek, leisszuk magunkat, jöjjön elő a kábítószer, vagy bármi más, ez a mai világ. És Petőfi, amikor elér ehhez a súlyos szósz boldogság, van mersze megállni, és azt mondja, így folytatódik a vers, és tulajdonképpen mi a boldogság? És tulajdonképpen mi a boldogság? Hisz minden ember azt másban leli. Vagy senki se találta még meg? Döbbenetes vágások. Egy csak olyan költő tud ilyen verset írni, aki színész volt, aki kiállt emberek elé, és tudta jól, hogy néhány perc alatt meg kell nyerni az emberek figyelmét, megnyerni meg úgy lehet az emberek figyelmét, ha tényleg az őket érintő legfontosabb kérdéseket nagyon egyszerűen, nagyon törölmetszetten, és tulajdonképpen mi a boldogság? Hisz minden ember azt másban leli, vagy senki se találta még meg? Folytatja tovább, amit mi boldogságnak nevezünk, a millióm érdek, hűha, egy fiatal ember ennyire az elevenre tapint, hogy az emberek azzal teszik egyenlővé a boldogságot, hogy az érdekeiket kielégítsék. Amit mi boldogságnak nevezünk, a millióm érdek, akkor már az emberek egy kicsit lútbőrözni kezd, hát, hogy mibe lát bele ez az ember? Miféle kérdéseket tesz fel? Talán az emberek csak beszélnek a boldogságról, nem is hisznek a boldogságról, csak mindenki a maga akaratát akarja elérni, a maga vágyait akarja kielégíteni, és ha kielégül valami vágyába, akkor azt mondja, hogy jaj, de boldog vagyok. De hogy vagy boldog? Csalod magadat azzal, hogy te boldog vagy. A vágyadat elégítetted, az akaratodat hajtottad végre. A millióm érdek, mely egy sugára csak a napnak, mely egykor feljövent, bár volna így, bár volna célja a világnak, bár emelkednék a világ folyvást e cél felé, míg végre elérné. Na itt jön a lineáris szemlélet.
Így nyitja meg a lineáris szemet, hogy itt vagyok én, és bárcsak a világ majd holnap, holnap után, lehet, hogy én már nem érem meg, de ezért küzdeni jó, hogyha tudom, hogy a világ majd az én mai munkám által is majd emelkedik fölfelé, és majd elérünk egy, amikor az ember majd nem lesz olyan gonosz, mint most. Ne tessenek elfelejteni, Petőfinek egy nagy szellemi atya és mentora volt, aki ilyet írt le e vers előtt egy évvel, hogy az ember fáj a földnek. S oly sok harc és béke év után a testvér gyűlölési átok virágzik homlokán, s midőn azt hinnők, hogy tanul, nagyobb bűnt forral álnokul, az emberfaj sárkány fog vetemény, nincsen remény, nincsen remény. Ő Petőfinek a szellemi apja, Vörös Marti Mihály. A vers, aminek az utolsó versszakát idéztem, hogy az ember nem tanul. Dehogy tanul az ember? És azért nem ilyen a világ, hanem a világ az ilyen. Újra ugyanazok fölé, a bűnök fölé jutunk, ugyanazokba a gödrökbe esnek bele az emberek, ugyanazokból az árkokból kell kialázni. Mint hogyha semmi nem történnék, pedig hány nemzedék élt már itt a Földön, és semmit nem tanulnak, a kétszer kettőt mindig háromnak vagy ötnek mondják, sohasem négynek. Az emberfaj sárkány fog vetemény, és amikor azt hinnők, hogy tanul, nagyobb bűn forral állnokul, Petőfi rendkívül mélyen beszívta. Egyszer tartottam előadást, talán föl is tették a világháborúra, hogy valami 20 ponton mutattam ki azt, hogy Petőfi Vörös Marti nélkül nem született volna meg, mint költő. Persze Vörös Marti tudta jól, hogy Petőfi fölébe kerekedik, de Vörös Martiban volt annyi alázat, és a hiúság hiány, hogy azt mondta, hogy igen, hát a Petőfi nagyobb, mint én, még életében, pedig Petőfi sokszor lekoppintotta Vörös Martit, annyira pontosan, hogy a versébe kimutathatók azok a Vörös Marti ihletek, amik aztán átjöttek a Petőfi versekbe, meg neki is ment Vörös Martinak, ugye Vörös Martit beválasztották a nemzetgyűlésbe, Petőfit, ugye előbb említettem, nem választották be. A nemzetgyűlésben ugye szavazatok vannak, szavazások vannak, Vörös Marti egyszer szavazott meggondolattanul valamire, Petőfi neki ment, hogy így magyar ember nem szavazhat, hogy magyar katonákat küldünk ki Itáliába, német felségjel alatt, akkor Vörös Marti válaszol, Petőfi megírt, hogy nem én téptem le a homlokodról, magad tépted le a babér, te voltál a szóz költője, és most így cserbe hagytad a magyarságot. Szóval volt nagy összetűzés Vörös Marti és Petőfi között, de ettől eltekintve később aztán ugye megbékéltek, és a Petőfi kisgyermekét Vörös Marti né nevelte föl tulajdonképpen, mert a szegény Szendrei Júlia ott a szabadságharc napjaiban teljesen magán kívül volt, meg állandóan rettegett, hogy a férje meghal. Hova jutunk el? Bár volna célja a világnak. Bár emelkednék a világ folyvást e cél felé, míg végre elérné. De hát, ha úgy vagyunk, most négyes hasonlat jön, de hát, ha úgy vagyunk, mint a fa, mely virágzik és elvirít, mint a hullám, amely dagad, aztán lesimul, mint a kő, melyet felhajítanak, aztán lehull, mint a vándor, ki a hegytetőt elérte, ismét leballag. Föl és alá, föl és alá. Irtóztató, irtóztató. Na itt ütközteti a két szemléletet. Most vagy halad a világ valami vágyott cél felé, akár isteni cél, hogy Isten majd a végéhez vezetés, majd lesz örök élet, vagy egyáltalán az emberiség valahogy észre tér, és abba hagyja a háborúkat, a viszályokat, és dolgozni kezd, és akkor beteljesedik a 19. század költői ugye a bőség kosarából, vagy ha nem ez, akkor csak ez van. Csak kétféle dolog van. A keleti vallások mind a mai napig ezt hirdetik. Hinduizmus, buddhizmus,
Ezért is annyira elterjedtek most Európában meg a világon, mert az európai ember megcsömörlött mindentől, nem hisz semmiben, és kapóra jön neki ez a ciklikus világszemlélet, amit a keleti vallások hirdetnek, hogy nincs értelme semminek se emberek. Az egész élet szenvedés és fájdalom. Tudjátok, hogy mi a megoldás? Mondjatok le az életről, mert ha nem mondotok le az életről, újra meg fogtok testesülni. Bejöttök újra a szamszára körbe, ugye a lélekvándorlás indiai tana, és vagy emberként, vagy állatként újra addig ide születtek, míg le nem mondotok arról, hogy az életnek értelme van. Ha lemondotok arról, hogy az életnek van értelme, tehát nincs értelme az élet, akkor juttok a szamszárából a nirvánába. Mi a nirvána? A tiszta léttelenség. Amikor nincs lét. Ha nincs lét, akkor nincs fájdalom, nincs szenvedés. Vagyis a keleti vallások a lassú szellemi öngyilkosságot hirdetik. Nagyon békés vallások ezek. Mindenki nézi, hogy az indiai jógik meg a többiek milyen türelmesek, milyen békés. Ez egy lassú öngyilkosság. Ez egy sátáni praktika úgy állítani elő, hogy eleve rossz a létezés. A létezésre egyetlen egy méltó válasz van, hogy kilépni belőle. Ez a keleti vallások tanítása. De Petőfi ezzel most szembenéz. Fölé és alá, fölé és alá. Irtóztató, irtóztató, kit meg nem szállott-e gondolat. Nem fázott az soha. Nem tudja, mi a hideg. E gondolathoz képest meleg napsugára kígyó, mely testünkön végig tekerőzik, torkunkhoz ér, és belénk folytja a lélegzetet. Petőfi írta a magyar költészetben az első nyílt verseket. Nincs befejezés. Ez a befejezés. Ott hagy téged, hogy gondold végig. Nem ad választ rá, mert hogy említettem tegnap is, a költészet nem prédikáció, a költészet nem hitvallás, a költészet az, hogy az ember tisztán és világosan vesse fel az életét érintő kérdéseket. Jobb, ha egy költő jobban kérdez és kevesebbet válaszol, jobb, ha egy költő inkább sejtet, mint hogy megadja a választ te helyetted, nem, a választ mindenkinek magának kell megadni. A válaszért mindenkinek magának kell megküzdeni. De lefénymásoltattam egy Petőfi verset, hogy ne ez legyen a végszó, mert ezután fél évvel Petőfi megírja életművének megint csak a magyar emberek számára teljesen ismeretlen darabját, amit így tudnám elmondani, hogy Petőfinek talán legnagyobb hívő verse. Kérném szépen, hogy osszuk ki. Mindenkinek adjunk a kezébe. Légy kedves, jó? Ez a vers, ami majd a kezünkbe fog kerülni, én ezt adom most egy kis tarisznyaként. Az egyik vers, amivel most nem tudunk foglalkozni, az a túloldalon van. Most a Szép napkeletnek című verssel fogok foglalkozni, ami Petőfi pályáján egy nagyon érdekes tünemény. A vershez tudni kell, hogy Petőfi, amikor elvette Szendrei Júliát, és 6 hetes nászútját Kolton töltötte Teleki Sándornak a kastélyában, ha nincs elég, van, akkor hazafele menet Kolozsváron és Nagyváradon keresztül mentek Pestre, az albéleti szobájukból elkezdték ugye a házas életüket, de közben ők nagyon sokat beszélgettek a hitről. A hitről. Jutott mindenkinek vers? Kérném szépen, hogy tegyük magunk elé a verset, és most próbáljuk, mert előbb én önöknek csak úgy mondom fejből a verset, persze, hogy nehéz megragadni, de most látjuk magunk előtt a szöveget. Petőfi Sándor Szép napkeletnek. Szép napkeletnek virány a lelkem,
Örök tavasznap mosolyog le rá, mit csak a földre ejtett az Isten, megterem rajta minden szép virág. Megállok itt egy kicsit. Ugye nyelvészek megszámolták, hogy Petőfi mely szavakat használta a legtöbbet. Virágszó és virágnevek, mint rózsa, stb. Petőfi nagyon sokszor élt ezzel a hasonlattal, a virágos kert hasonlatával, és ha valaki el akarja olvasni azt a 8 soros versét, amit Nagyváradon írt útközben, nagyon ajánlom, olvass el, az a cím, hogy Dicsérsz, kedves. A vers arról szól, hogy Szendrey Júlia megdicséri őt, hogy milyen jó ember. De ő elhárítja, azt mondja, hogy lehet, hogy én jó ember vagyok, de ezt nem magamnak köszönhetem. Mint hogy a virágok se, meg a fűszálak se maguknak köszönhetik, hogy milyen szépek, hanem a napsugárnak, a külső segítségnek. Ezelőtt, a vers előtt pár héttel írta azt a Dicsérsz, kedves című verset. Amikor teológusoknak szoktam előadást tartani, azt szoktam mondani, hogy ez a hitáltali megigazulásnak a magyar költészetben a legszebb darabja, 8 sorban, mert leírja azt, hogy magunktól nem lehetünk jók, de ha elfogadjuk, mint a növények elfogadják a napfényt, elfogadják az esőt, a jó időt, tessenek megnézni, tényleg főleg most tavasszal a növényvilág milyen nagy tanítást ad a számunkra, mindent elfogadnak, és ők nem háborúznak. Ők nem csinál, ők fölfelé növekszenek. És Petőfi ebben a versben, a Dicsérsz, kedvesben azt fejezi ki, hogy az az igazi emberi élet, amely a befogadás után, a befogadott nálánál nagyobb tartalomból erőt kap, hogy több legyen annál, mint az ember. Hogy az ember önmaga fölébe képes kerülni. Ez a vers is erről fog szólni. Szép napkeletnek virány a lelkem, örök tavasznap mosolyog le rá, mit csak a földre ejtett az Isten, megterem rajta minden szép virág. Csak egy hiányzott, a hit virága. Csak egy hiányzott, a hit virága. Ez igaz, hogy Petőfi eddig nagyon kevés istenes verset írt. Van egy Imádságom című vers, amit szinte humorisztikus lesz, hogy ő nem is az imádságba hisz, hanem a saját maga erejében meg elszánásában. Úgy tűnik, hogy Petőfi, aki evangélikus volt, aki nem gyakorolta a vallását, a Bibliát mondjuk forgatta, és talán említettem már tegnap is, hogy ő az a magyar költő, aki a Bibliából a legtöbb hasonlatot vesz, ezt a pápai református kollégiumnak köszönheti, ahol nagyon megtanították a Biblia ismeretére, Dániel könyve ismeretére, a proféták ismeretére, de az biztos, hogy Petőfi a hittel, mint az élet egyik legfontosabb kérdésével, akkor kezdett foglalkozni, amikor Szendrey Júliának udvarolt, illetve amikor elvette, és ezt be is vallja, csak egy hiányzott, a hit virága, a síron túli életnek hite, s ez is kikelt már, ez is virít már, és ez szerelmed ülteté ide. Tehát a vele való, egy nagyon érdekes, hogy egy jegyes pár miről beszél a Nász útján, meg a közös életük első hónapjaiban, de ebből a versből is tudjuk, más levelekből is tudjuk, hogy Petőfi Szendrey Júliával nagyon élénk beszélgetéseket folytatott a hitről. Egyáltalán arról, hogy befejeződik-e az élet itt a halálunkkal, és utána, hogy Shakespeare mondja, a többi néma csend, vagy pedig van valami más, hogy Krisztus talán azért halt meg, hogy örök élete legyen az embernek. Ezt a házasságuk, mert a házasságuk az 1847. szeptember 7 és 1849. július 30, nincs 2 éves. Ennyi adatot neki. De hogy ezt is minőségileg töltötte el, ez a vers jó példa arra, hogy a házasságban is mi legyen a legfőbb téma. A házasságban is mi legyen a legfőbb, mert a házasságban nem biztos, hogy az a legfőbb téma, hogy most a mit tudom én, melyik bevásárlóközpontba menjünk el. Vagy hogy nem tudom én, mit vegyünk meg, vagy mit nem vegyünk meg, hanem hogy most a közös életünk merre tart, és mi a reményünk a jövőre nézve. Miről a büszke, az elbízott ész,
Tetszelek még emlékezni, nyomorú észkifénynek hirdeted magad, vezet csak egy lépésnyire. Miről a büszke, az elbízott ész egy hangot sem bírt mondani nekem, megmagyarázta, s mi könnyedén azt édes szerelmem, szerelmet kedves hitvesem. Tehát ezekben a beszélgetésekben Petőfi azt mondja, hogy valamit megértett, amit addig nem értett meg, és amit talán ésszel addig nem tudott felfogni, de a szeretet jelenvalóvá, közelvalóvá tette számára. Nem sötét a sír, szemünk vakul el, ha rátekintünk fényességitől, mert oly szokatlan varázsözönnel a más világból arcainkba dől. Nem az enyészet rideg tanyája a koporsó, de vidám sajka ez, amely velünk-e szép életből egy még szebb élet partjára átevez. Petőfiről az irodalomtörténész kollégáim azt szokták mondani, hogy Petőfi panteista volt. Ugye vallásfelekezetet nem gyakorolt, a természetbe mindig szeretett kirándulni, és ő a természetet sokszor mondta isteni adománynak, de nem tudom, hogy tetszenek-e ismerni, hogy a tegnap emlegetett Dante minek mondta a természetet. Dante isteni színjátékában van ez a csodálatos hasonlat, hogy a természet Isten gyermeke, a művészet az Isten unokája. Gyönyörű. A természet az Isten gyermeke, a művészet az Isten unokája. Mert ami szépet alkotott Isten, az a nagy művészet, amely felfedezi a természetben a szépet, és a természethez hasonlóan állítja elő a szépet, tehát a művészet az unoka, mert az első számú gyerek az a természet. És Petőfi azt mondta, hogy én csodálkozom azokon az embereken, akik nem a természetest, nem az egyszerűt tartják a legszebbnek. Mindig a természet, és nem a túlcifrázott, nem a túldíszített, nem a hazugságokkal kibélelt dolgok, hanem a természetes egyszerűség. És ő ragaszkodott ehhez, hogy ezen a hangon beszéljen. Nem tudom, hogy tetszenek-e ismerni, hogy Petőfi mivel azonosította a költészetet a Költészet című versében. Azt mondta, hogy a költészet a Szentegyház, ahova nem csak báli cipővel lehet belépni, mezitláb és bocskorban is be lehet lépni ebbe a Szentegyházba, hogy az ember imádkozzék. Mert Petőfi számára a legtisztább nyelvi megnyilvánulás az az imádság volt. Mert az igazi imádságban nem hazudik az ember. Mert ha hiszünk Istenbe, hogy Isten mindent lát, akkor Isten előtt, hogy mondja Jeremiás prófét, hogy önts ki, mint a vizet a szívedet az Isten előtt. A legtisztább, amikor az ember nem alakoskodik, amikor együtt van a teremtőjével, akkor elmondhatja minden bánatát, minden örömét, és elmondhatja a kérdéseit is, meg a tévesztéseit is, mindent, mert tudja jól, hogy nem fog visszaélni vele, mint hogy a világon a legjobb barát is azért jó, hogyha azért nem bízunk mindent a másik fülére. Petőfi azt mondta, hogy a költészet a Szentegyház, a költemény pedig imádság. Ezért Petőfi minden egyes versorát nagybetűvel kezdte, mint a Bibliákban, mint a Károlyi Bibliánkban is, hogy minden vers nagybetűvel kezdődik. Petőfi is azt mondta, hogy olyan óriási kiváltság, hogy én beszélhetek más embereknek, szent dolgokat elmondhatok, minden versorát nagybetűvel kezdte, minden versét általában datálta, minden év végén írt egy évet lezáró verset, hogy mit értem el az előző évben, és minden év elején írt egy ilyen prognosztizáló verset, hogy mit akarok elérni a következő évben. Tehát Petőfinél rend van, mint egy jól épített szentegyházban. És elérkezik oda, hogy a szép életből egy még szebb élet partjára átevezni. Az életnek vannak szépségei, de ez a mi életünk azért egy lerombolt élet már. Itt a természetet is rombolja az ember, a társadalmat meg még inkább. És Jézus, amikor azt mondta, hogy az én országom nem e világból való,
vagy azt mondta, hogy mihez hasonlítsam az Isten országát, milyen hasonlatokkal példázom, ezt világossá tette, ahogy Pál később mondja, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, emberi szív meg se gondolt, azt készítette Isten az őt szeretőknek. És Petőfi most ebbe az irányba megy. Milyen ez a még szebb világ? Csak azt az egyet szeretném tudni, hol, merre terjed ez a más világ. Rögtön a halálunk után jön egy másik élet? Vagy rögtön a halálunk után mégis igaza van Shakespeare-nek, egy néma csend van, és majd egyszer elkezdődik az ítélet, és az ítélet végén jön majd Jézus el, hogy elhozza az örök életet, az ítélet első szakasza az igazak fölötti ítéletben résztvevők számára, és a második eljövetel lesz majd a szebb világnak a nyilvánvalóvá tétele azok számára, akik ebben az önző világban is szépen és önzéstől mentesen akartak élni. Petőfi kérdéseket tesz fel, csak azt az egyet szeretném tudni, hol, merre terjed ez a más világ, és mi alakban jutunk majd innen ez ismeretlen más világba át. Mint ágról ágra a csalogánypár, csillagról csillagra szállunk, tes, én, vagy mint két hattyú ringunk szelíden az örökké valóság tengerén. És itt látjuk a dátumot, 1847. szeptember-októbere volt ez a 6-7-es nászút, október végén útra kelnek, november elején már Pesten vannak, és valahol Pesten a nászút és az utazás lezárásaként írja Petőfi ezt a verset. Mit teszem gondolni, ez az első verse az örökké valóságról? Mert Petőfi költészete nem a bölcsőtől a sírig terjed. Ez az első verse az örökké valóságról? Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak, a nemzeti dalban még azzal áltatta magát Petőfi, hogy az unokák majd le fognak borulni. Van egy verse, amit megint ajánlok figyelmükbe, az a cím, hogy Falun. Elkezd azon gondolkodni, hogy neki nem is költőnek kell lenni, el kellene vonulni a falura, ott szép, nyugodt életet élnie, lenne felesége, gyermekei, felesége hozna a gőzölgő levest, a szép, finom cipót, és ha meghalnék, így fejeződik be a vers, akkor síromnál ott állnának nem tettetésből síró unokák. Gyönyörű, nem? Nem tettetésből síró unokák. Ebbe is belelovalta magát Petőfi, nem csak abból, hogy sírjaink domborulnak, nem tettetésből. De Petőfinek azért van egy nagy műve, amelyben ő az örök életet, mint végső célt dalolta ki. Melyik ez a nagy mű? Mert ugye hát a sírtól nem akar elmenni, mert meglátja a sír mellett azt a rózsabokrot. Ugye? És szakít egy rózsaszálat, és keresi aztán árkon, bokron, meg szörnyeken, meg állatokon, meg négy fenevad. Dániel könyve 7. fejezetét idézi, a fenevad látomásokat, és eljut akkor Tündérországba, bedobja a tóba a rózsát, és Iluska egyszerre föltámad. Hát Petőfi a János Vitézben 1844-ben, mint egy mesejátékban megírta azt, de hát erre mondja majd Arany János, hogy nem mese az, gyermek. Minden ember lelke mélyén ott van a vágy, hogy örökké szeretnénk élni. József Attila ezt így mondja, ifjúságom e zöld vadont, szabadnak hittem és öröknek. Amikor az ember gyerek, amikor ifjú, akkor a szabadság, ugye, hogy azt teszek, amit akarok, a boldog család légkörébe, és örök, hogy ez lesz az örök, az örökké valóság. Senki ember nem azért születik a világra, hogy meghalljon. A bűn zsoldja a halál. De hogy valaki megoldást talált a halálra, hogy meghalunk, de mégis azzal a reménnyel, hogy lesz feltámadás és lesz örök élet. A kedves hallgatóimnak országszerte és Kárpát-medence szerte azt szoktam mondani, váratlan fordulat következik, hogy tetszenek használni a Google-t. Senki nem mondja, hogy nem használja a Google-t. A 4 éves gyerek is már Google-t használ.
De mondom, a Google 2015-ben csinált egy nagy programot, mert sok pénze volt rá. A programban millió adatot betáplált az emberi életről, és akkor megkérdezte a számítógépes programot, hogy felelj arra a kérdésre, hogy mi értelme az életnek, miért élünk. És a program 5 másodperc alatt kidobta a választ. Ember által alkotott program, millió adatot a bölcsőtől a sírig betápláltak az emberi életről, tehát mesterséges intelligens, egy robotnak fölteszi az ember a kérdést, mert az ember már elfelejtette ezt, hogy miért él. Tehát hát, ha a robot meg tudja mondani, és ki tetszenek találni, hogy mi volt a válasz? Örökké élni. Örökké élni. Hát, hogyha azt válaszolta volna a program, mint Madács tegnap mondott, hogy a cél halál, az élet küzdelem, és az ember célja küzdés maga, hát azért élek, hogy küzdjek, és nem biztos, hogy lesz valami fogható cél, jutalom, remény, vagy azért éljek, hogy meghalljak. Hát ez nem cél, ez komédia. Azért jöttem a világra, hogy meghalljak. Hát akkor semmi értelme nincs az életnek. Az életnek egyféle értelme van, csak egy értelme lehet, örökké élni. Csak ki biztosítja ezt az örök életet, milyen áron biztosítja, és hogyan lehet elnyerni. Ennyit tudunk Petőfiről, a János Vitéztől a Szép napkeleten át, az utolsó versig, a Szörnyű időig. Én nem foglalkozom azzal, hogy most Petőfi meghalt a fehéregyházi csatatéren, eltemették. Szendrey Júlia, mint majdnem egy megbomlott elméjű feleség, kereste és kerestette hónapokon keresztül. Sok pénzt áldozott rá, sokszor megalázták, borzalmas megaláztatásokban volt része, nem találták. A magyar nép soha nem akart elfogadni, hogy Petőfit egy közös sírba lökték bele. A magyar nép már az eltűnés pillanatától fogva már verseket írt elő Jókai, Arany János, hogy Petőfi biztos valahol él, csak nem engedik visszajönni. A magyar népnek a nagy legendája lett Petőfi, és én ott voltam a Morvai Ferenc kazángyárosnak az első előadásán Zalegerszegen, hogy kifejtette, hogy Petőfi Barguzinba halt meg, és elkezdődött az elmúlt 30-40 évben ez a Barguzin história. Tetszenek tudni, lehet kérdezni mindent az előadásaim végén, csak itt előre ki akarom fogni a vitorlából a szelet, hogy én erre a kérdésre azért nem válaszolok, mert a Barguzin pártiak 52 oroszul írott Petőfi verset mutatnak fel. Hogy 52 oroszul írott Petőfi. Első kérdésem, hogy Petőfiben olyan tudati átalakulás zajlódott le, hogy már magyarul nem tudott verset írni, csak oroszul? De azt az oroszból, hát én is tanultam orosz, sajnos nem versfokon, de hogy a visszafordított verseket nézem, ha az Petőfi, akkor ez meg más Petőfi. Én erről a Petőfiről beszélek. Itt a költői életműve, itt a próza életműve. Petőfi ebbe a két kötetbe elfér. Ha valaki hinni akar a Barguzinba vagy a DNS vizsgálat, beszéltem a régésszel is, aki Szabó Géza, szekszárdi régész, aki esküdözze, mondja, hogy ez Petőfi, hát farkas foga van. Én nem akarok ebbe belemenni, nekem Petőfi nem a csontjaiban Petőfi. Nekem Petőfi a gondolkodásában, a világosságodban, az ítéletben, hogy teremtve van-e a világ, vagy örök idők óta áll, s fog-e örökké állani, vagy egykor a semmiségbe száll. Megírta évmilliók előtt a sors, mi fog történni majd, vagy a történet gája, mit a véletlen fuval majd. Egy-e a lélek és a test, honnan jövünk, hová megyünk, elalszik-e a sírba, vagy új lángra lobban életünk. Nekem ez a Petőfi. És kívánom, hogy önöknek is ezek a Petőfi sorok, ezek beleégjenek az emlékezetükbe, mert Petőfi Sándor nem azért nagy költő csupán, mert értette a versírás technikáját, de ez se kevés, hogy ő tudott verset kezdeni, folytatni és befejezni. A könyvemben, amit sajnos már nem tudtam elhozni, szerencsére elfogyott még az évforduló idején,
én a könyvemben felsoroltam cím szerint 230 Petőfi verset, ami szerintem remek mű, és azon belül még 70-80 verset, ami egészen ritka remek, mint a Négy ökrös szekér, az Egy gondolat bánt engemet, az Őrült, az Ítélet és a többi. Nem csak ezért nagy Petőfi, mert ma is frissnek érezzük. Nem kimódolt a nyelve, nem régies a nyelve. Ma is úgy érzett a Petőfit olvasod, mint ha tegnap írták volna. Mert egyszerűség van benne. Mindig rájátszik a lelkiismeret nulla pontjára, hogy neked van lelki, minden embernek van lelkiismeret, ez nem vallás kérdése. Falu végén kurta kocsma, ugye erről szól, minden embernek van lelkiismerete. Petőfi azért is nagy költő, mert a mind a mai napig legidőszerűbb, legnagyobb emberi kérdéseket veti fel. És akkor befejezés. Petőfi írt 66 rövid verset. Próbálják ennél elkezdeni Petőfi olvasását. Ez a Felhők ciklusa. 60 ilyen rövid verset. Aztán, ha elkezdik Petőfit olvasni, kezdjék el 1846. május 22-ével olvasni. Akkor írta a levél Váradi Antalhoz című versét, amit az osztrák titkos rendőrség elkobzott. Azóta Petőfiről akták nyitottak Bécsben, figyeltették titkos rendőrökkel. Innen kezdődik a Petőfi, ugye 6,5-7 évig írt verset, 1846. május 22-e a szerződés, tessenek onnan elkezdeni, 1846, 47, 48, 40, az utolsó három év verseit, hogyha eltetszenek olvasni, és én befejezésül egy olyan verset mondanék el önöknek a Felhők ciklusból, ami a mostani orosz-ukrán háborúra vonatkozó vers. Petőfi nagyon sok mindent látott a jövőből. Ugye tegnap is beszéltem, hogy a jövő azért kiszámítható. Idéztem Berzsenyit, idéztem Aranyt, idéztem Petőfit, hogy 190 éve megírta Berzsenyi Dániel, hogy a világunk felett halott a sének zeng. A világunk fölött halott a sének zeng. Mint amikor Afrika sámjelje a port az éggel összekavarva dúl, és forró porvihara folytja itt az életet. Folytogató az élet, igazságtalan, erőszakos, nem embernek való már az élet. Ez 190 éve úgy megírta Berzsenyi, mint a tegnap írta volna meg. Petőfi verse, amivel befejezem az előadást, és utána lehet kérdezni bármit Petőfiről, ez a Midőn a Földön című vers. Midőn a Földön még csak pár ember vala, már egyik meghalt másiknak általa. Ábelt megölte Kain. Midőn újólag két ember marad e föld határain, ők ugyanúgy egymásnak rontanak. S ki megmaradott, nől fog venni egy vadállatot. Talán e vadállatnak méhibül a réginél szelídebb emberfaj kerül.